Húztál zoknit a fejedre, te? Ne? Picit bizonytalanok a lépéseid. Vagy mint egy kacsa. Egy nagy kacsa, csőrű fejű macska. Szegény. Nem, mi van? De nem is próbálj lövetni. De érdekes, ugye? Na, mi van? Érdekes volt. Érdekes volt. Hát ilyen tenyérni látok rajta. Tudod, a valamből is így, amit meg kell felejteni. Melegen kell tartani azt, hogy leszeszi az ember, az egy dolog, hogy jöjjön, akkor hőszerben, akkor nem fáj. De ahogy leszülni, utána, ahogy bemegy a helyére, hát egy beleg, nem tudatos helyen kellő tartani végül is a galambokat, mikor nem segítenek rá, de tudatmentesnek kell lenni. És talán itt orrán fel mindenütt jött a hideg levegőt, takarékatlanul letetnesek a galambok, úgyhogy ezeket a biztonságba helyeztük. A fiatal ember, én ma beszéltem vele, hogy az volt az első dolgom, hogy felhívtam, hogy na, mi újság a galambok, de persze őket a galambokat itt most főleg télen ki sem lehet engedni, mert a kost egy végtelen okos állat, és hazamegy bárhonnan, tehát még a külföldre vitték volna is, külföldről is visszamenne. És itt most a télen meg kell várni azt, még újra kölyköket fognak nevelni, és akkor a kölykét nem fogja ott hagyni, és nem fog elmenni, most már vissza ott fog maradni. És hát ugye nagyon elég sok mindent lehet tudni a galambokról, hogy az ember egy ilyen bevállaljon. Elég kényes gyógyfájok is, de hál' Istennek van ilyen idegenes napokatunk, amire ezt látunk. Mindenféle állatot be tudunk tárni, mindenféle állatot, amire ezt befogadunk, úgyhogy teljesen univerzálisak lettünk. Legutóbb nem tudom, mert nem mondtam, aztán meséltem a fekét, ez egy éve úgy az se lehetett rá. És a legújabb újságom a hajommal kapcsolatban elhelyeztük egy vadállatlan helyre. Hirtelen kettő nap alatt 5 centis szőrtől lettem a majom. Szegényte. A levegőre, került a szabad levegőre. Szegény állat, hány éves az alapkákó? 25 éves. Most, végig, most egy pár éve lesz még, reméljük a nyugdíjas pár évek kora. Nem ért, ez egy álmom meg. Csoda jó. Most olyan környezetben van, társai vannak, tud kommunikálni, írni a szeretet. Lát egy majd, állatokat lát, nem az ember, csak nem azt hallja meg a nevőket, hanem végre állatokat lát, látja, milyen a természet, kellett volna, hogy egész életében látni. Szóval ez egy
Ez a tiltott dzsungelkereskedelem azért ez egy borzasztó dolog, tehát az állat... Gyere ide, te Zizi! És megjöttél? Zsömi. Zsömi. Ház, hogy zsömi. Nem látok semmit, de ott kitakarod a fényt. Anya, szóval. Anya, szóval. Hol van anya? Hol van anya? Most szólsz neki, vagy nem szólsz neki? Egyszer szóltál neki. Folyamatosan hív.
nem fog odafigyelni. Ügyes, így vagy. Még mutattad apának, hogy milyen ügyesen földingész, igen. Néha kiugrasztani, vagy... Benne a most, ott jobb. Nem jössz ide, anyám? Ha? Ugye? Nem tudom, mert apa úgy. Zsömi. Most soha menjem föl, igaz? Jaj, itt. Jó, van, nem bántok. Kicsa vagy te, fiúcsicsa vagy, igaz? Nem is abad a kupiat törölgetni, meg a hátsó lábadat. Na, mi van házott veléb? Zsümi, ne menj oda föl! Nehogy fölmenjél oda. Zsömi, gyere le a székemről. De föl.
Hát így, ami megszólalt. A balcokat ki kell fésülni. Régen még így lefeküdt a hátára, hogy a orsikáját meg tudjam szállítani, de hát csulában is van el. Kicsi volt, akkor ügyesen cica volt. Kis cukinka volt, igen. Ő vigyáz, hogy igaz? Igaz. Jaj. Lenyomorodok itt, te anyádok megúrni. Szállbársó. Ez beszélnék, hogy elgyel, ott is meg kell nyolgatni magam. Ó, az nem idegesség. Ja, nem. De játszani akarok, mindjárt.
Nem olyan nagy helyen. Zsömi, nem bánt a kis cica.
Ja. Zsömi, finoman, ő még picike. Mondjad Gizmo. Kis Gizmo. Jó. Gyere. Játok, ő is a milyen. Így. Jó van, nem bánt. Nem bánt téged a csicsa, látok. Gyere ide. Igen, nem bánt, látok. Nem bánt. Nem semmi. Szia Gizmo! Szia Gizmo! Jöjj Gizmo! Szia! Kis dumagép! Te kis dumagép vagy! És így viszted őt? Mhm.
kismó. Egy kismó. Igen. Tire játsza. Nézd csak. Mit dumálsz? Nem mehetsz oda. Cica. Nem mehetsz oda. Mondom, nem mehetsz oda. Cica. Nem mehetsz oda. Erre nézzé már, Gizmo. Na, a seggedet mutat. Hey, minden érte. Na. Gizmi. Gizmo. Cica. Cica. Na. Most ott jó bent? Zizi Gizmo. Videózzál, hát ez abból nem látszik sem. Thank you.
isteni íze van, szenzációs. Fantasztikus az íze. Ilyen korbát öt dolcsiért sehol nem kapom. Hajlok rá, hogy ilyen finom brát bűztet még nem ettem. Michael curry bűztje vagy kolbásza van, ma siker lett. Hanem is mindig abból azokból, amire Michael számított. Tudom, hogy német étel, de a szósz nagyon hasonlít a vajas csirkemártásra. Nagyon ízletes a kolbász. Olyan a szósz íze, mint a vajas csirkemártásnak. Nem jártam még Németországban, de ettől a kolbásztól megjött a kedvem. Sajnos a magas perec viszont eddig még nem szökkent szárba. Túl lágós, nem ilyennek kéne lenni. Sosem voltam egy nagy perec rajongó, és ez sem változtatta meg a véleményemet. Igazán nem szeretnék még egyet, túl száraz. Nem bőnék többet. Úgy jöjjött kékített szóval. Mintha perec alakú kenyér lenne. Gombocskát kell. Ha kenyér akarok venni, akkor lemegyek a boltba. Perecet? Szeretne valaki perecet? Perecet tessék. Hogy a maradék perec könnyebben elfogjon, Mike beveti a legősibb trükköt. Ösztönzi a vevőt. Milyen sört is a Maria Porter? Ahhoz nagyon illik a perec. Rendben, értem. Vegyél perecet! Kérek perecet! Rajta! Rendben, jöhet a perec. Na mi van? Hol kell kikapcsolni? Köszönöm. Szerintem túl száraz. Nem sikerül? Most elmész? Lehet, hogy a perec késő délutánra szikla kemény szörnyűség. Szerintem fantasztikus volt. Te mit gondolsz? Józoli volt. A legnagyobb csalódásom a perec volt. Nem úgy sikerült, ahogy megértem. Jól lett, de nem annyira, mint szerettem volna. A rántottus szuper, a savanyikáposztás ájolikai találat, és a korbi egyszerűen szenzációs. Már csak egy valami van hátra. Ha már sörfesztiválon vagyok, ettem egy perecet. Átkozottul szomjas vagyok, megyek iszom egy sört. Milyen jó, hogy felvettem ezt a klassz Hosentrugert. Van, de ezen az új-zélandi szakács egészséges ételeket varázsol a gyors kajákból. Kemény kihívás vár rá a most következő The Food Trend van a Travel Channel-ön. Óriási lakomára gyülekeznek a ragadozók az afrikai szavannán. Vagy tűzgyújtás! A kocka el van vetve. Kísérje el a szabadtéri sütés mestereit a 13.000 kilométeres vándorútra. Nagy a nyomás a 10 millimeter. De az ilyen biológiai képviseket tudom írni. Igen, a gizmi fele van szőre, a fejjel meg a mancsa. Mit csinál? A gizmi fejét meg a mancsát nézd meg. Tiszta szőre. Még nem tudod hány ingál. Sok zsömicőt kell ingálni.
hogy egy sugárzó is képes változtatni a plazma alapját a vak körül. Ne? Igen, azzal szeret játszani. Zsömi. Szép. Inkább attól félek, hogy a szemébe belekap. Igen. De éles a körme. Tehát ugye a macska körme. No, várjál, mert a gizmi az fél tőle. Szépi. Hát nem baj, majd megvédi magát. Hát ő cica. Na. Cicát megvédik magát. Meg tetszett a macska kaja? Egyetre, azt jó volt. Mész utána? Nem igazod már ugye, hogy... Hogy hívják? Szépség. Szépség. Jó. Hát, hagyjál meg. Vagy kicsit jobban Nagyon szép várja. Zsömi, mész vásárolni? Mész vásárolni, Zsömi? Hát, a gizmi se érti, hogy mi van. Mi van, hadi rokkant? Gőz, műcőca. Szia. Integes.
Ja, mi van? Zsömi! Zsömi! Nem emelkedik? Nincs leírva? De most nem tudom, mit csinálom. Adták a lámbocska? Szia, Zsömi. Nem megyünk ki. Nem megyünk ki.
Szia, Gizmi cica! Gizmi! Gyere ide! Cica! Gizmi! Gizmi! De nem megyünk be, Zsömi. Ott meg már jártál. Zsömi. Szia, Zsömi. Na, mi a helyzet? Falra akarsz mászni? Nem megyünk be oda. Jó, okos cica. Zsömi, nem. Zsömi. De kíváncsi vagy? Nem, nem megyünk be oda. Ja, bogarat keresed. Értem. Ne menj be oda, Zsömi! Zsömi! Elég volt már, jó? Nagyon. Ásította. Álmos vagy? Nem akar most, jó légy van. Jó van. Gyere, vizsgálj, gyere. Gyere, Dudi! Na gyere! Ügyesen ugorj le, Zsömi! Na, le tudsz-e onnan ugrani? Zsömi! Zsömi! Na gyere le! Nem! Virágot nem bántjuk, Gizmo.
Gizmi, nem. Most mi van, Zsemi? Ott fogsz egész éjjel ülni? Mondjad! Te ki szeretnél lenni? Igen? Nem baj, mindjárt megyünk ki, jó? Zsömi, te mit szeretnél? Zsömi?